Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, Zé Kárpát Dániel vagyok, a Jobbik alelnöke, és ma Magyar Zoltán képviselőtársammal arról tartunk sajtótájékoztatót, hogy átfogó, az összes alapvető élelmiszert érintő áfacsökkentési javaslatot dolgozott ki a Jobbik. A napokban már értünk el sikereket, hiszen a benzinárak csökkentése jelenleg befagyasztása tekintetében rá tudtuk kényszeríteni a magyar választópolgárok akaratát a kormányra, artikulálva azt, hogy ne nyerészkedjen se az állam, se a kormány a magyarokon, és bár az ár befagyasztását egyáltalán nem tartjuk hosszú távú megoldásnak, tüneti kezelésként kiváló abba az irányba elindulván, hogy az áfát és a jövedéki adó szintjét is a Jobbik javaslatainak megfelelően csökkentsék, ebből fakadhat tartós üzemanyagár csökkenés. De azt is látjuk, hogyha az ír és a magyar élelmiszer árakat összevetjük, hát bizony a tosztkenyér, a rizs és a vörös hagyma is bizonyos boltokban drágább Magyarországon, mint abban az írországban, ahol a minimálbér többszöröse a magyarénak, és ahol erősen kedvezményes kulcsokkal, áfakulcsokkal dolgoznak, annak érdekében, hogy mindenki meg tudja vásárolni az alapvető élelmiszereket. Nem kívánunk egyébként sokat, csak annyit, hogy amennyivel több áfát beszedett a magyaroktól a várakozásokhoz képest Magyarország kormánya, abból az összegből az alapvető élelmiszerek teljes spektrumában csökkentse az áfát, ügyelve arra, hogy ebből árcsökkenés is keletkezzen. Hogyan lehet mindenre ügyelni? Egy etikai kódex aláírásával, a nagy áruházláncokkal és a lehető legtöbb kicsivel is, ahol nyíltan, tételesen mindenki vállalja, hogy a magyar adófizetők által biztosított kedvezményt engedik eljutni a magyar állampolgárokhoz, és a nyilvánosság erejét felhasználva mindenki számára láthatóvá válna az, hogy mely kereskedő az, aki lenyeli ezt a különbözetet, és melyik az, aki nem. Látható, hogy a modern világban a nyilvánosság erejével nagyon sok mindent el lehet érni, a mindenkori kormány felelőssége az áfacsökkentés azonnali végrehajtása, és annak ellenőrzése is, hogy ebből árcsökkenés is következzen. Mi pedig nem várhatunk az új nemzeti egység kormány felállásáig. Egyértelműen már most, az ünnepek előtti időszakban áfát kell csökkenteni, el kell érni az árcsökkentést, és azt, hogy az alapvető élelmiszerek teljes spektruma újra megvásárolhatóvá váljon minden érintett magyar polgár számára. Mi ennyit akarunk, de ebből nem engedünk, és a további részletek tekintetében átadom a szót Magyar Zoltán képviselőtársamnak. Parancsoljon! Köszönöm, és köszöntök minden megjelentet. Igen, hát a Covid világjárvány az komoly hatással volt a gazdaság minden ágazatára, de talán sehol nem volt ez annyira tetten érhető, mint az élelmiszer területén és az élelmiszeripar területén. Egyrészt ugye piaci zavarok keletkeztek szinte azonnal, ennek egyik következménye éppen az, amivel most a magyar sertéstartók is szembenéznek, azaz, hogy a kormány gyakorlatilag semmit nem tesz az érdekükben, de olyan alacsonyak a felvásárlási árak, hogy nagyon nehezen tudják a jövőben fenntartani a termelésüket. A másik ilyen kézzel fogható, érezhető hatás az az, hogy mindenki számára világossá vált, hogy az élelmiszertermelés az nemzetbiztonsági kérdés is. És hát így jutottunk el oda, hogy ma az input anyagok azok gyakorlatilag az egekbe szálltak, egy év alatt háromszorosára nőtt a műtrágya ára, duplájára, a növényvédőszerek ára, és hát az üzemanyagról pedig már esett szó. És akkor még nem beszéltünk ugye a munkaerőhiányról, vagy éppen arról, hogy gyakorlatilag az előrejelzések szerint januárban már nem lesz 100 ezer forint alatt egy tonna múza ára. El lehet képzelni, hogy milyen élelmiszerár drágulás vár így ránk akár a következő év elejétől kezdve. Hazánkban 5400 élelmiszer előállítót tartanak nyilván, ennek 96%-a mikro, kis és közép termelő, illetve előállító. És hát az a 4% nagy, aki javarészt sajnos már kormányközeli oligarchák tulajdonában van, na ők állítják elő az élelmiszer 70%-át. Egy új kormány stratégiai célja az kell, hogy legyen, hogy a kicsikkel, a közepesekkel vegye fel elsősorban a kapcsolatot, az ő összefogásukat segítse, ösztönözze jogszabályokkal, támogatásokkal, és így ezen keresztül érjünk el egy olyan élelmiszeripart, és ezen keresztül olyan hazai élelmiszereket, amelyek a magyar fogyasztók számára olcsóbban elérhetőek, és mégis biztonságosak, GMO-mentesek, és garantálják azt, hogy ez a nemzetgazdasági ágazat hosszú távon fenntarthatóan működhessen, mint az előállítók, mint pedig a fogyasztók számára. És hogy egy nemzetközi feladatot is adjunk majd az új kormánynak, épp itt az ideje, hogy az élelmiszer önrendelkezést visszaszerezze hazánk. Ebben egyébként számtalan európai partnert lehetne találni, tehát ez nem egy egyszemélyes szabadságharc lenne,
hanem olyan szövetségeseket kell keresnünk, akik ebben érdekeltek, de mindaddig, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, aki nagyon komoly nemzetközi elutasítottsággal bír, addig erre nem sok remény van, ezért is várjuk a tavaszi kormányváltást, ez a magyar termelők és a magyar fogyasztók érdeke is. Köszönöm.